Gyerünk pergetni! Most a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig ér tulajdonképpen a versenyzők sora, és van két checkpoint, akkor nekik mit kell csinálni betáldás közben? Gyakorlatilag arra szerettük volna ösztönözni a horgászainkat, a versenyzőinket, hogy mozduljanak el egy helyről. Tehát nagyon sokszor beleszaladunk abba, hogy ha valaki elkezd halat fogni egy ponton, akkor az ő ott marad, és onnan elkezd mondjuk irreálisan sok halat fogni. Ezért kitaláltuk, hogy a pálya alján, illetve a pálya tetején van egy úgynevezett checkpoint. Minden hídpillér között van három halőr. És a halőrök mérlegelik a kifogott halakat. Mérőszalagot kapott mindenki, arra ráfektetik a halakat, megmérik a hal teljes hosszát, az a végén csak a leghosszabb hal mennyiséget fogta, az lesz a nyertes. Javában zajlik a Street Fishing Budapest pergető horgászverseny. Azt hadd kérdezzem meg, hogy maga a pergetés az micsoda? Ez igazából számomra lassacskán egy életvitel, mert egész kiskorom óta szeretek pergetni. De az a technika egyébként? Igen, igazából az, hogy ahogy éppen a víz adja, vagy a tetszésed, úgy tud összeválogatni egyébként gumihallal, boblerrel, mérettől, szinttől függetlenül, ahogy éppen jól esik. És ha jól választottál, akkor néha sikerül beleakadni egy-egy halba is. Éppen az előkészületeknek milyen fázisa zajlik? Igazából tervezgetjük, hogy most tulajdonképpen mit is fogunk csinálni, tehát hogy most süllőzni, balinozni, vagy esetleg jászra próbálunk. Egy balint fogtunk eddig igazából, az pont az a csapatásunk, aki most éppen nincs itt, de egy balint sikerült fogni, tehát tulajdonképpen rosszul nem állunk. Aztán, hogy a délután mit fog hozni, az még rejtély. Hány cent is volt ez a balint? Nincs, volt az 49. Azt néztem, oda dobálod a hajó aljába konkrétan a víz felszínére a csalit, ennek mi értelme volt? A balint próbálok fogni, és abban hiszek, hogy lelassul a víz nagyon, olykor visszafordul, és hát ha ott pihen. Volt már a kapás délelőtt? Volt, fogtuk már egy sügeret. Na hát, hogy akkor most is délután sikerül. Hát, abban bízom, igen. Megmutatod, hogy milyen csaljaid vannak? Mert hát itt rengeteg műanyag halat látok. Hát itt van mindenféle. Ez a gumihalas, ez pedig az ilyen bobberes, illetve keményebb csalikkal. És mennyi időt igényel az előkészülés? Hát így cakkumpak, ilyen 3-4 adaton készültem. Bizony, nagy türelemjáték ez a horgászat. De hiába, rengeteg pecás itt a Duna mentén. Alig akad hal a horogra. Van kapás, uram? Gép! Gép! Hát mennyi kapásotok volt? Kapás az volt, de eddig ez az első, amit megfogtunk. Ez hány centis? Ez 21 centis. Hát valami. De egyébként te hogy látod, hogy egyre többen szoktak horgászni itt a budapesti rakpartokon? Mert nekünk ugye úgy tűnik, mintha tényleg egyre többen használnak. Én autóból szoktam nézni. Mert nem ez a főszakasz, ahol járok, de igen. Egyre több pergető horgász van, hát még az öregek így a leülős nyomatják, de egyre többen járnak. De az eredményesebb technika? Kényelmesebb. Európában ennek már több tízéves hagyománya van, főleg olyan országokban rengeteg csatorna van, például Hollandia vagy Belgium, és ott ezeket a versenyeket, ezeket hagyományosan megrendezik, és nagy népszerűségnek örvend. És egyre több magyar is részt vett ezen. Ez egy rendkívüli alkalom most, mert itt Magyarországon még ilyen utcai pergető verseny nem volt, és reményeink szerint ez egy hagyomány indító verseny lesz, és jövőre vagy a elkövetkező években ezt tudjuk majd folytatni. Az úr fogott egy halat, egy snecit, úgyhogy azt hiszem ezzel a versenyben külön díjas lehetne.